Köszönöm, elnök úr, igyekszem beleférni. Méltányan szeretném Révész Máriusz képviselő felszólalását. Egy kormánypárti képviselő, aki elismerte, hogy az alacsony bérek miatt volt kénytelen 600 ezer ember elmenni az országból. Ezt az őszintességet ezt mindenképpen respektálni kell. Erre szerintem még az országgyűlés falai között nem volt példa. És nagycsak képviselő úr, aki szeretnék reagálni, hogy ki mivel kampányol. Magyar kormánytagok azzal kampányoltak, amikor befektetést ösztönöztek, hogy a magyar munkaerő nagyon olcsó, és a munkavállalói érdekvédelem lehetősége az rendkívül alacsony. Ezzel próbáltak befektetést ösztönözni. Olcsó bérért dolgoztatott, nem a jól képzett magyar munkaerővel. És ez bizonyítja a rabszolgatörvény, nem olyan rég megszavazták, nem olyan rég a rabszolgatörvényt képviselőtársaim.